Az esethez a karcagi, tiszafüredi, szolnoki és püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a Jászonykun Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával két vízsugár révén fékezték meg a lángokat. Az esethez a karcagi, a püspökladányi, valamint a tiszafüredi hivatásos tűzoltók vonultak. Ők a Jásznagykun Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt összesen két vízsugárral avatkoztak be. A tűzzel érintett lakás lakhatatlanná vált, mint ahogyan a füstterhelés miatt lakhatatlanná vált a tűzzel érintett lakással szomszédos ingatlan is. Ez utóbbi lakásban élő három ember nem maradhatott otthonában, őket ideiglenesen rokonok szállásolták el. A tűzzel érintettel szomszédos lakás három lakója a füstkárok miatt ideiglenesen elhagyta otthonát. Egy civil rendőr kopogtatott be hozzánk, hogy ég a szomszéd néni háza, és hogyan tudnának bejutni. És a mi házunkon mentünk át, hogy hátul a garázs felől be tudjunk jutni, és így segítettünk. Addigra a néni már kijött a konyhából, semmi baja nem volt. Igazából fel sem fogta, hogy mi történt. Tök nyugodt volt. Még nem tudunk semmit, hogy mitől lehetett. Azt mondják, hogy a földszint gyulladt ki valahogy, de gáz el volt zárva, tehát nem attól. Nem tudjuk. Információink szerint a kigyulladt lakás tulajdonosa enyhe füstmérgezés szenvedett. A mentőkórházba szállították.